Én úgy érzem, hogy nem én döntöttem el az én életemnek történéseit, hanem ez már a születésem előtt. Tehát most mondhatom, mert a 80. életemet élem, hogy ez már el lett döntve, még születésem előtt, hogy velem mi fog történni. Hát merem mondani, már csak azért is, mert anyám 11 gyermeket szült, és ebből 8-an életben maradtunk. Most egyedül én vagyok, aki élek ebből a népes családból. Tehát ezért merem azt mondani, hogy el volt már döntve, már születésem előtt. Az, hogy én nekem majd mi lesz a sorsom, mit kell, hogy cselekedjek, és tehát engem a sorsom irányított arra, hogy én festő legyek. 11 gyermeket szült édesanyám, és hát már nagy voltam, már gyermekeim voltak, mikor ezt elmondta nekem édesanyám, hogy egyedül, mondjuk, hogy én születtem burokba. Na most maga, ugye erre volt, nekem van egy nagyon nagyszerű barátnőm, aki ugye mondta, hogy maga az, hogy burokba született, tehát hogy ez mondjuk eléggé, mondjuk ritkaság az, amelyik ugye megmarad. És erre le is írtam én, hogy maga, hogy a burok az volt az én védelmezőm. Viszont rám, meg ahogy én ezt ugye megfogalmaztam, le is írtam, megvan valahol, hogy a szeretet angyalai vigyáztak rám, és ma is vigyáznak rám, és kérem őket, a szeretet angyalait, hogy vigyázzanak a képeimre. Mert a képeim azok én vagyok. Én és egy valaki, aki segítette az én pályámat, ez volt az én feleségem Magda. Hangszert adtak az én drága jó apám főleg, ugye a kezembe hegedűt. Na most akkor, mert én kisgyerek voltam, akkor én nekem voltak olyan gondolataim, erre visszatudok nagyon intenzíven gondolni, hogy hegedülni fogok, és úgy fogok hegedülni, hogy majd csodálják az emberek, hogy én ugye hangszeren játszom. Hát ez nem jött be, mert én nekem nincs érzékem a hegedűhöz, egy nagyon nehéz hangszer. Csodálom a muzsikát, a mindent, ami hozzátartozik énektől kezdve. Tehát ez megint csak nem egy elhatározás kérdése. Nagyszerű szakmát tanultam, mert a lakberendezést és a vízbútorasztalos szakmát tanultam, nagyszerű mestereim voltak, azért mondom, hogy nem egyedül, mert a lakberendezést ugye ott tanultam meg. Na most ez, mondjuk ott olyan volt az én főnökömnek az ismeretköre, hogy ugyanakkor én ottan megismerkedtem művészekkel. Többek között Mazán Laci bácsival, akkor apám részéről Jankai Tiborral. Tehát ezt nem egy elhatározás kérdése, hogy na most én festeni fogok, meg festő leszek. Nem. Ez soha nem volt bennem. Tettem azt, amit tennem kellett. Tehát rácsodálkoztam, tehát nem véletlen, mert is a családunkban, ahogy említettem, hogy ott volt Jankai Tibor, aki bejáratos volt a családunk, én kicsi gyerek voltam. Akkor ugyanúgy Mazán Laci bácsi, tehát ez egy gimnáziumi rajztanár festő, nagyszerű képei vannak a múzeumban. Akkor Kliment Károly, aki nagyszerű rajzoló volt, aki rokon is, tehát oda járt ugye a családunkba. Tehát, hogy értek olyan hatások, hogy elindultam, hogy én is teszem. Na most azért merem azt mondani, hogy ilyen, hogy én, mert is a gyerekeim, tehát a testvéreim
nagyszerű emberek voltak. Két lánytestvérem és ugye a hat fiú. A legidősebb bátyám az ugye Hősi Alács halt a háborúban. De nem elhatározás kérdése, nekem ezt tennem kellett. Tehát 52-kor már beiratkoztam hivatalosan szabadiskolába. Mokos József volt a szabadiskolának a vezetője, és egy nagyszerű mester volt. Őtőle nem csak ugye a szakmát, hanem magát a emberséget, hogy így nevezzük, hogy emberség, tehát hogy a élethez való viszonyulást, a rálátást, a pedagógiát nem lehet megtanulni. Nem lehet tanítani, erre születni kell, hogy valaki tanító legyen. Én ezt nevezem nem tanárok, hanem tanítók, tanítónak. Tehát ugyanúgy, mint ahogy ugye Jézusnak a tanítványai, tehát tanítottak, tehát én valahogy magam módján, magam egyszerűségében volt bennem egy olyan érzés, hogy tanítanunk kell. Tehát az igaz barát, ez dr. Olák Andor volt. Az igaz barát volt. És azért volt igaz barát, mert nem csak akkor, mikor valaki megveregette a vállamat, nem akkor állt mellém, hanem akkor, mikor a rendőrségtől kaptam figyelmeztetést. Akkor állt mellém. Tehát volt egy olyan, mikor én kaptam hivatalos papírt, hogy nem fogadják el a képeimet, nem lehet önálló kiállításom, és tehát minden támogatást megvonnak tőlem. Egy grófnő volt a szereplője ennek a képnek, gróf Bicztai Borbála. Na most én ezt ott festettem, ugye az Olák István utcába, és nem én adtam neki a címet, hanem Gabriel Karcsi, mert ez is mondjuk mindig mellettem állt, hogy én mondhatom, hogy a büszke remény. Na most ennek a, nem felejtem el ennek a képnek a címét, na most ezt a büszke reményt, ezt ugye félre lehet magyarázni, mint hogy ezt félre is magyarázták abban az időben, és ez volt a 50-es évek vége felé. És akkor ugye nem volt kiállításom, nem sokáig, mert aztán ugye megbocsájtották, hogy egyet megint csak érdemes talán megemlíteni, hogy hát minden kiállításnak ugye van vendégkönyve, mert minden vendégkönyvemnek az első lapján bibliai idézetet írt Magda. Ezt ő írta be. Na most gondolhatod, hogy valaki abban az időben, tehát akár a 50-es vagy a 60-es években is, 70-es talán, akkor már egy kicsit jelazultak a dolgok, de erre egy nagyon szép bibliai idézeteket írt Magda. Olyasmit ugye, hogy én nem a magam akaratát cselekszem, hanem azért, aki küldött engem. De az, amikor 80, tehát itt már ugye lazultak ugye az ilyen feszítések, ez volt, ugye 85-ben költözködtünk, és akkor kaptam támogatást. Tehát a Fekete Mária mondta nekem úgy szemtől szemben, mikor idejött és meglátogatott, azt mondta, hogy János, pótolni akarjuk azt, amit elmaradt. Ő volt a népnevelési osztálynak és a oktatási osztálynak a vezetője. Akkori vezetője. Úgyhogy akkor aztán mondjuk kaptunk olyan, hogy rendbe tudtuk szedni mondjuk itten ezt a műtermes lakást. Én a sikert, én ugye eléggé későn
De az volt a siker, mikor azt éreztem, hogy most az, amit én teszek, tehát a művészetben és a művészet, azt ünneplik az emberek, tehát azok, akik körülvesznek. Hát ez volt, ugye 94-ben későn ért meg, előtte is volt már kiállításom, de ez Németországban volt. Németországban, tehát egy olyan, tehát hogyha sikernek lehet nevezni azt, hogy ünneplik a művészetemet. Tehát ami már tőlem független, de létező, élő valóság. Ez egy csodálatos érzés volt. Annyira, hogy sírtam. Mert Németországban, tehát ott azt lehet mondani, hogy a kiállítás, ők válogatták össze az anyagot. Egy művészet történet. A Helena, ő volt itt fönn nálunk, úgy került ide, hogy a keresett ugye valamit, hogy ő abból kiállítást rendezzen Mainburgban. Na most a végén utoljára jöttek ide hozzánk. És akkor azt mondták, hogy ők azért kellett nekik ide jönni, Békés Csabára, hogy az én képeimmel találkozzanak. És utána adtak 3 napi gondolkodási időt, hogy beszéljem meg a gyerekeimmel, hogy eljönnek, átnézik az anyagot, és egy kiállítást fognak nekem rendezni a képeimből. Hát ez úgy is történt. Az, hogy az ottani képeim, hát ezek mind az én létezésemnek, életemnek, meg ugyanúgy a Magda is vele tartozik, tehát együtt volt. Tehát a történései, tehát voltak megfestve képbe. Na most gondold el, hogy nem tudom pontosan, hogy hány kép volt ott. Ez volt az első kiállításom, hogy ugye megvették, tehát még mielőtt megnyílt volna a kiállítás, ott volt, ugye alatta a cím mellé volt téve egy zöld pont, ami annyit jelentett, hogy oda ragadt ilyen öntapanúval. Ez annyit jelentett, hogy azt a képet megvették. Tehát ott a kiállításomnak a 90%-a megvásárolt kép volt. A keresztet, ami egy nagyon nehéz mondjuk kereszt volt. Ezt a keresztet ugye egy egyház vette meg, evangélikus, egy nagyon szép templomban van a keresztem kint Mainburgban. És a többi képeim is, tehát tudok én mindegyikről, nem nálam vannak a címek, hanem kint van ottan, ugye a Helenánál vannak a képeimnek, már ahol, aki megvette. 85-et, ahogy említettem, mert utána, mondjuk egyszer, persze úgy volt, hogy megszüntetik velem a kapcsolatot, mert megrontom a gyerekeket. Soha nem mentem üres kézzel, vagy Nagy Lászlót vittem, vagy Adéldrét, vagy Petőfit, és olvastam a szebbnél szebb verseket a gyerekeknek. Ebbe beleértve mondjuk nem tudom, hát ugye egy Petőfit nem lehet kihagyni szerelmes versek nélkül. Tehát, hogy én nem azt csinálom, amit ők elvárnak tőlem. Na most ezt azért érdemes talán említeni, mert akkor a barátaim, ebbe beletartozott ugye a közvetlen környezetem, szinte könyörögtek, te Jánoskám, minek csinálsz ilyet? Ki fognak rúgni? Tehát ősztől kezdve elszakítanak a gyerekektől. Ja, és ez egy nagyon nagyszerű volt, mert akkor volt egy pályázat, nemzetközi pályázat. Na most a nemzetközi pályázatra én egy tanulmányt írtam, és a gyerekeknek a képét küldtem el nemzetközi kiállításra. És a nemzetközi kiállításon az én tanulmányomért, és mondjuk ugyanúgy a gyerekekkel való foglalkozásomért
nemzetközi nívódíjat kaptam. Na most ez a nemzetközi, tehát sokszor hozzátettem, hogy van Isten, és vannak istenek. És akkor szépen bevittem ugye a nemzetközi nívódíjat, megmutattam ugye a igazgatónőnek, és tovább maradtam ugye a gyerekekkel. Na aztán ugye fölgyorsult, ez 85-ben, nagyon fölgyorsult, mert akkor elindultak, tehát a megyei művelődési központba, ott elindult egy olyan mozgalom, hogy szervezni gyermektábort. Ez volt az első gyermektáborok, ezek Szarvason voltak, ott van egy ifjúsági nagy tábor, Szarvason. Na most ott voltunk körülbelül egy 3 évet, utána Szanacuk következett. Hát mondjuk az volt, én azt mondom, hogy úgy, mint mondjuk gyermektábor, na most ide mindenhova kísért engem Magda. Ugyanúgy Szarvasra, meg ugyanúgy mondjuk a Szanadugi táborba is mindig ott volt mellettem. Neki is szinte egy felüdülés volt. Hogyha valami nagyon szép született, ami mondjuk egy gyermeki léleknek a tiszta megnyilvánulása. Tehát ez az igazi, nem egyedül vagyok, a legnagyobbak, Picasso-tól kezdve, mindegyik rajongott a gyermekrajzokért. Tehát én nem egy kivétel vagyok, hanem alázattal néztem mindig, és örömmel én örülni tudtam, hogyha egy nagyon szép gyermekfestmény mondjuk született. És ez rengeteg született. Nagyon sok, nagyon szép gyűjteményünk van. Hát a gyermek az térben érzi magát, amit egy felnőtt nem tud megérezni. De az a kicsi kis obodás gyerek, nagyon jól tudod, a te fiaidról úgy jöttek oda, még obodások voltak, hogy elébük tettem egy hatalmas nagy lapot, hogy szinte, mondjuk, hát ha méretet mondjak, akkor mondom, hogy egy olyan 120x80 cm, ez egy hatalmas méret egy kisgyermek részére. És azok szabadon mozogtak abban a térben, és úgy születtek a szemnél szebb dolgok. Gondoltam, tudod, én arra is, hogy megint csak, hogy biblikus legyek, és ez nem szégyen, hogy valaki mondjuk, nem tudom, biblikus, mikor ugye azt mondta Jézus, hogy mikor úgy elhesegették ugye a gyerekeket, hogy hagyjátok ugye a mestert, nem látjátok, hogy imádkozik. És akkor mit mondott ugye Jézus? Hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. Ne csiltjátok el tőlem, mert ilyenek a mennyek országa. Tehát valahogy én itt érzem azt a pontot már a gyermeki világról és a gyerekekről, hogy soha nem küldtem el. Azért bírtam, mondom, adta mellőzést is, mert a gyerekek, hogy mellém álltak. Szerettem Bánkútot. Nem felejtem el, mondjuk egyet érdemes mondjuk elmondani, hogy ezt nem felejtem el, hogy láttam, amit ugye úgy titokba, de ugye festettek, vagy képet vettek elő, már festményről készült reprodukciót, vagy nem tudom, akár citát is emlékszem rá. És akkor egy vacsora után mondtam, hogy higgyétek el, hogy én nagyon szomorú vagyok. És azért vagyok szomorú, mert elhallgatom, tehát azokat a gondolataimat, amit én akkor érzek, mikor látom, hogy citát festetek, meg reprodukciót vesztek elő. Na most, ez azért vagyok szomorú, azért, mert ezt elhallgatom, és azért, mert én ezt elhallgatom, ezért engem még meg is fizetnek. Tehát még fizetést is kapok.
Ja, és akkor ők mondták, hogy akkor most mit csináljunk. Ja, és akkor mondtam neki, akkor takarítsátok le a palettátokat teljesen tisztára, és holnap reggel majd én fogom kiadagolni a festéket. És érdekes, hogy kitettem ugye a főszíneket, amit mindig csodáltam, és utána azért készült egy pár nagyon szép kép. Úgyhogy ez is az egyik egy ilyen visszaemlékezésem ugye Bánkútra. Hát nagyon jó volt ott ugye a Don Bildikóval, nagyon jó volt dolgozni, mert ő egyben mondjuk engem is inspirált. Mert én meg mindig, én mindig rajzoltam, tehát hogy ez egy érdekes dolog, hogy nem csak ott, hanem mindenütt. És akkor megtudtam, hogy hát úgy nem nagyon raktam el ugye a rajzaimat, hanem ott maradtak, jött a takarítónő meg összeszedte, hogy bent dobta ugye oda a szemétkosárba. Na mostan megtudtam, hogy a Dombi Ildikó ezeket az én elfelejtett rajzaimat összeszedi és eltette, hát mai napig megvan neki a gyűjteményében. Hát mondjuk van egy képen, nem ahhoz sem ragaszkodom, csak tudom, hogy van, tehát hogy fölül ugye bukkan előttem a lelki szemeim előtt. Van egy a gyermekkorom, ahol a homlokomon van a bélyeg. Tehát ez egy olyan, amit nem adtam el. Meg akarták venni, nem adtam el. Vagy eldugtam, vagy mondtam, hogy nem eladom. Tehát ezt mindig mondtam, hogy én a homlokomon hordom a bélyeget, Magda meg a mellén hordta. Megbélyegezettek vagyunk. És ez az is volt, hát ez a mai napig is azt mondom, most már ugye a 80. életemet, éveimet taposom, élek, és mondhatom, hogy így volt. Legyen egy embernek mindig önkritikája, de ugyanakkor legyen egy töltődése, hogy ő egy kivételes adottsággal rendelkezik. Tehát, hogy az Istenek ad egy valamivel többet kapott ő, mint mondjuk egy átlag ember. Erre legyen büszke, viszont legyen alázatos. Tehát van egy örömérzés. Tehát, hogy az ember azért törekedjen arra az életébe, hogy legyen egy örömérzése, és legyen egy szabad lélek. Tehát egy szabad lélek. És ez a zártság, ami most ugye rám mért a sors, szóval ezt a zártságot csak úgy lehet elviselni, hogyha a lélek szabad marad. És a léleknek a szárnyalása.